Kedves nézők, megyünk tovább új témával. Több ponton is módosította a hallgazdálkodási törvényt az elmúlt hetekben a parlament. A legfontosabb változás, hogy 2016-tól a természetes vizeken nem lehet kereskedelmi célú halászatot folytatni. 2016-tól már egyetlen magyarországi természetes vízen sem lehet kereskedelmi céllal halászni. Az új szabályozás legfontosabb célja az, hogy segítsék a horgászat fejlesztését, a horgászturizmus fellendítését. A parlament kétharmados többséggel fogadta el a hallgazdálkodási törvény módosítását. A legfontosabb változás tehát, hogy a természetes vizeken végérvényesen megszűnik a kereskedelmi célú halászat. A magyarországi haltermelésnek a jelentős része az természetes módon nem ezeken a vízfelületeken van most sem, hanem különféle túlgazdaságokban található meg. A módosítás inkább arról szól, hogy az ökológiai szelektív célú halászat megtartása mellett a kereskedelmi célok helyett inkább a horgászt turisztikai célokat erősítsék. A halak védelmében néhány szabály is szigorodott. Éves jeggyel például csak meghatározott számú nemes halat vihet haza a horgász. A méretkorlátozásokban is van változás. Ezzel kapcsolatban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a horgászok sok esetben figyelmen kívül hagyják, vagy nem tudnak még ezekről az új szabályokról. Témánk tehát a halgazdálkodás. Köszöntöm a stúdióban Radóczi Jánost, jó estét kívánok! Jó estét mindenkinek! Körülbelül szerintem 2 hónappal ezelőtt beszélgettünk, és akkor én ígértem, hogy szeretnénk önnel még a új hallgazdálkodási törvény kapcsán is beszélni. Hogyan érinti egyébként, vagy hogyan érintik ezek a változások azokat a gazdasági társaságokat, vagy szövetkezeteket, amelyek haltenyésztéssel, vagy egyáltalán halászattal foglalkoznak? Igen, tényleg meg kell különböztetni, hogy hogyan érinti a horgászokat, hiszen tulajdonképpen most már ez egy horgászati törvény, ez sok évtizeden keresztül halászati volt. Most a horgászturizmus fejlesztése az elsődleges cél, és ezért arra igazították, de valójában a horgászokat alig-alig érinti a változás maga, inkább azokat, akik a háttérben dolgoznak, a hallgazdálkodási létesítményeket üzemeltető cégek. Hát az tulajdonképpen, hogy itt a halászat, a természetes vízi halászat korlátozása szóba jött, az annyira nem érinti meg a hasznosítókat, nevezzük így azokat, akik ezeket a vizeket kezelik, hiszen eddig sem történt valójában komoly kereskedelmi halászata ezeken a vizeken. Egy kicsit úgy, miután a horgászok száma a Balaton, nál elég nagy volt, ugye, és ott a Balatonon azért volt igazi, talán szó szerint ipari halászat is. Ez váltotta ki a horgászokból, hogy ebben a kérdésben valamit tenni kéne, hogy ez megszűnjön, na ott meg is szűnt. Törvény nélkül is megszűnt, mert csak egy intézkedés volt, hiszen az állami volt, de a Tisza és az egyéb folyók, már mondjuk, bocsánat, a Duna, az legalább olyan jelentős folyó, rajtuk viszont olyan csekély kereskedelmi halászat folyt, ami nem fog bennünket különösebben érinteni. Az önök a Tiszán általában a tiszai vizeket kezelnek? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy említette, hogy gyakorlatilag igazából a kereskedelmi célú halászat igazából ezeken a folyókon nem történt. A laikus azt hinné, hogy azért ezek a halászati cégek, ezek a folyókon is haláztak. Meg kell szögezni, hogy maguk a jelenlegi hasznosítók ilyen brigád halászatot, tehát maguk a saját embereikkel, saját eszközeikkel halászatot sehol sem végeztek a folyókon. Tehát ezt, ahogy így apostrofálták, hogy ipari halászat, hogy nagy hálókkal húzzuk a Tiszát, vagy amiért ilyenre nem kell gondolni. Ezt a horgászok egyébként nagyon jól tudják, mert hiszen biztos vagyok benne legalább 30 éve, de szerintem 60 éve sem találkoztak ilyen hálóhúzással a Tiszán. Arról van szó, hogy, és ezt most megint csak le lehet szögezni, horgászok horgáztak, már amióta én itt vagyok a Tiszával összefüggésben dolgozom, azóta a horgászok határozták meg tulajdonképpen mindent, ami a Tiszán lényeges volt. Ez a halászati törvény egyébként annyiban új, hogy már a természetvédelem sokkal jobban beépül. Na ez az, ami érint bennünket, hasznosítókat, de a horgászokat nem. A horgász vált egy területi engedélyt, kimegy, beírja a víztérkódot, meg beírja, hogy mikor kezdte el a horgászatot, ennyi változás van, eddig még ezt sem kellett csinálni, és horgászat.
azt csinálhat, amit eddig csinált, illetve ugyanúgy kritizálhatja a hasznosítót, mint ahogy eddig kritizálta. A hasznosítókra akkor milyen jellegű, nem tudom, változást fog majd hozni ez a törvény? Hát maga a halászati törvény, az a 2013 évi 102-es törvény, az egészen nagy kiterjedésű anyag, amiben, mint ahogy mondtam, igen, ránk van hatással, miket telepíthetünk, hogyan menthetjük az ivadékot, milyen kötelezettségeink vannak a természetvédelemmel szemben, az ökológiai állapot fenntartásával szemben. Tehát ezek sokkal szigorúbban jelennek meg már ebben a törvényben, mint a korábbi törvényben jelentek meg, illetve a szankcionális rendszer is megváltozott, és komoly terheket, vagy komoly fenyegetettséget jelent a hasznosítóra, amennyiben nem tartjuk be a szabályokat, tehát ez inkább minket érint. Most egy kicsit belelapoztam, megmondom őszintén, és ott a 65. paragrafus körül olyan dolgokat találkoztam, hogy majd leszédültem a székről. Na, mondjon néhány. Mekkora felelősségünk van. Hát egy halászati felügyelő a vállalkozásunkat felfüggesztheti, meghatározhatja neki, miről kell beszámolnia, amiről egyébként nem kell beszámolnia. Tehát magyarul éppen azt is el lehet érni, hogy megszűnjön a vállalkozásunk. Még azt nem nagyon tudtam megnézni, hogy minek alapján, de végül is úgy döntöttek, hogy itt mindenről, még arról is, hogy a hal hogy áll a kádban, még arról is tudnia kell a felügyelőnek. Mi indokolta vajon ezt a szigorítást, ha úgy tetszik? Tudunk arról beszélni, hogy az elmúlt években esetleg veszélybe kerültek, akár halfajok, akár vizek a gondatlan kezelés miatt? Igen, itt nekem mindig is az volt a veszőparipám, a halőreimet mindig úgy igazítottam el, hogy két dolog, amire nagyon fontosan figyelni kell. Az egyik, hogy tilalmi időben ne hagyják, hogy valaki megúszza azt, hogyha olyan halat fog, amire tilalom van, a másik pedig a méretbeli korlátozást se hagyják figyelmen kívül, tehát ha valaki ilyet tesz, azt mindenképpen jelentsük fel. Az igazság, hogy ez egy nagy kiterjedésű területen működő tevékenység, ezt úgy ellenőrizni nap mint nap minden horgászt, amikor egyszerre akár 1500 horgász is van a Tiszán, ezt nem lehet. És olyan szankciórendszert, meg egy ellenőrzési rendszert kell kialakítani, hogy azért valamennyire ez kordába lehessen tartani, hiszen ha megy a hal, a horgász nem bírja abba hagyni, tisztelt a kivételnek persze. Volt már olyan, hogy egy reklámszatyornyi ilyen kis ennyiras harcsát találtam a horgásznál, amitől tényleg meg még a vérnyomásom is felment, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy mondja meg, hogy ez mire kell, hát azt mondja, a disznó megeszi. Ezzel rengeteget árt a víznek, a víz ökológia állapotának, a másik horgásznak, aki egyébként tisztességesen, becsületesen horgászik, betartja a szabályokat, sőt, még egyre több olyan horgász van, aki magáért, a tevékenységért megy ki csak, tehát a horgászat öröméért, és nem is nagyon érdekli a hal, hogy azzal mi lesz, hogyha ő kifogja, leakasztja, és kéményletesen visszaengedi a vízbe, és ilyen egyre több van, és megérthető, most a halászokat már ki lehet zárni ebből a dologból, már ővelük már nem lesz problémája a horgásznak, majd most egymással fognak adakozni egy becsületes tevékenység miatt. Térjünk vissza akkor a halászattal foglalkozó cégekhez. Ön ugye a Szabolcsi Halászati Kft. Ügyvezetője. Az önök tevékenysége mennyiben változik meg jövőre azzal, hogy mondjuk ez a törvény életbe lépett, vagy abszolút változást ez nem hoz, a szabályok, bizonyos szabályok betartására kell jobban odafigyelniük esetleg. Igen, nézzük át, hogy mi is a mi tevékenységünk, és akkor ebben már mindjárt megtaláljuk azt, hogyha szükség lesz változásra. Egy halászati hasznosító azt vállalja, hogy azt a vizet, amit a kezelésére bíznak, azt őrzi. Őrzi a halászati törvény betartatása miatt, őrzi azok miatt, akik ezt a törvényt aztán nem csak, hogy nem tartják be, hanem meg is kerülik, magyarul orrfalásznak, orrforgásznak. Ez egy alapvető feladat. Ezt úgy végezzük, hogy alig lehet ezt eldönteni, hogy ez most jól csináljuk, vagy nem csináljuk, mert
minden horgász mellé nem lehet halőrt állítani, de ez az egyik feladat. A másik feladat az, hogy felügyeljük a vizet a tekintetben, hogy milyen jelenségek történnek rajta, ami a halállományt veszélyezteti. Illetve nem csak a halállományt, hanem a vízben élő élőlények állapotát veszélyezteti. Hát ez annak idején 2000-ben a cián szennyeződés, vagy szennyezéskor volt fontos dolog, hogy hát akkor felfedeztük, hogy mi folyik, bár elég nehéz volt, jég alatt volt. Ez is egy tevékenység. Hát ezt a halőrök, de a halászaink is végzik. És a legfontosabb az, hogy nekünk, főleg ilyenkor, amikor ilyen rossz a vízjárás, az ivadékot pótolni kell. De bocsánat, a halat, amit kifognak a horgászok, ezt nekünk utána kell pótolni valahogy, mert itt ilyenkor az ívás az nem olyan törvényszerű, hiszen nincsenek áradások, nincsenek a főes területre elöntések, ahol leszokott ívni, és akkor itt ilyenkor nekünk be kell avatkozni, illetve nekünk üzemterv szerint mindig be kell avatkozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt és informált bennünket az új változásokról. Természetesen sok mindenről tudnánk beszélni, de időnk elfogyott. Igen.